Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy már ötödik alkalommal rendezzük meg a Kanizsán legleget, és hát a játék lényege, hogy minél több embert ki tud megszólítani. A játék 2440-nál is több emberhez jutott el, és 300-nál több személy aktívan vett részt. És itt meg szeretném köszönni a szponzorok támogatását, Budapesttől kezdve a Napi Rákbeteg Egyesületig mindenki támogatta a ajándékkal a győztest. A második helyezett 90 szavazattal a külön díjat fog és egy emléklapot kapni. A díjazottak névsorát kérem ismertessük. Az első helyezett Busa Ferenc. A második most így fejből nem tudnám megmondani, de kész az emléklap, lehet egy lag, és itt a kollégám a játszint is, úgyhogy bővebben ő tud majd mondani. Örülök neki, hogy egyre nagyobb szélességbe terjed, és a Nagykanizsa Megyeljúgú Város Okis Bizottság elnöke is már második alkalommal vesz részt és támogatja a játékunkat. És köszönettel tartozunk a Városi Könyvtárnak, hogy helyet ad a díj átadására. Két héttel előbbre kellett hoznunk, mivel hónap közepén a megszabadítások véget leáll egy hónapra a könyvtár is. Ez egy civil kezdeményezés és közösségi portálon zajlott alapvetően, így a támogatások száma volt az elsődleges, de idén más szempontokat is figyelembe vettünk, mert van külön díj is, ami a véleménynyilvánítóknak a többségi véleményét, illetve a hangulatát is figyelembe vette. Mint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke, hogyan vélekedik az ilyenfajta kezdeményezésekről? Én azt gondolom, hogy minden civil kezdeményezést támogatni kell, hiszen látszik, hogy egyrészt igény van rá, másrészt meg itt, főleg ünnepek előtt azért az emberek örülnek egy-egy ilyen kezdeményezésnek, és aktívan vesznek benne részt. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek tapasztalati alapján abszolút pozitív a mérleg. Ötödik alkalommal vagyok benne, négyszer megnyertem. Nagyon sok ismerősöm van, külföldről szavaztak meg. Igaz, nagyon sokan még nem tudták ezt, hogy hogy kell szavazni, el kellett mondani nekik ezt, mert sokan a profilképemre szavaztak, de majdnem 1000 fölött lett volna a szavazat elvileg. Hogyan zajlott a szavazás? Tehát, hogy mi volt akkor a hivatalos formula? Hát lájkolni kellett a profilképemet a Kanizsa oldalon. És mit jelent önnek ez, hogy már negyedszer nyert itt? Örülök neki.